Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatóján. Mára nincs olyan ember az országban, aki ne szörnyűködne naponta az infláción és az élelmiszer árakon. Teljesen világos, hogy a törvénytelen Orbán kormány elvesztette az irányítást a forint és az árak felett, erre reagál a most frissen bejelentett megszorító intézkedésekkel és az új adókkal. Ez azonban teljes mértékben tévút. A demokratikus koalíció szerint nem újabb megszorításokra van szükség, hanem arra, hogy a törvénytelen kormány mostantól ne az emberekkel fizettesse meg a Fidesz kormányzásának árát. A DK ezért egy országgyűlési határozat formájában átfogó javaslatcsomagot nyújt be a kormánynak az infláció ellensúlyozására. Ebben a javaslatcsomagban a következő intézkedések szerepelnek. Felszólítjuk a kormányt, hogy juttasson egyszeri minimum 100 000 forint támogatást a gyereket nevelő családoknak, az átlagnál kisebb jövedelmű nyugdíjasoknak és az átlag jövedelemnél kevesebbet kereső közalkalmazottaknak, valamint a súlyos fogyatékkal élőknek. Felszólítjuk a kormányt, teremtse meg a költségvetési fedezetét minden közlekedési eszközre érvényes 3 hónapos, 1000 forintos tömegközlekedési bérlet bevezetésének. Nem válhat luxussá a közlekedés a jelenlegi helyzetben. Felszólítjuk a kormányt, hogy idén év végéig csökkentse ideiglenesen 0%-ra, 2023. január 1-től pedig 5%-ra az általános forgalmi adót, az alapvető élelmiszerek, a munkahelyi étkeztetés, a gyermekápolási termékek, a női higiéniai termékek, a napelemek és egyéb megújuló energiatermékek, valamint a lakóépületek energiakorszerűsítése esetében. Felszólítjuk a kormányt, hogy csökkentse felére az üzemanyagokon lévő jövedéki adót 75 dolláros világpiaci kőolajár felett, a fűtőanyagok jövedéki adója pedig évvégéig legyen 0%-os. A demokratikus koalíció szerint nem szabad hagyni, hogy az emberek fizessék meg a Fidesz kormányzásának árát. Elég volt a drágulásból, elég volt a kormányzati megszorításokból is. Itt az ideje, hogy a törvénytelen kormány végre segítsen a családoknak. Ezért akar a DK áfacsökkentést, üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését, 1000 forintos, 3 hónapos tömegközlekedési bérletet és egyszeri 100 000 forintos segítséget az embereknek. Ez a kiút a válságból, nem a megszorítás. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!